Bonjour, bonjour, kedves barátaim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt Nyíregyházán, a 11. Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztiválon, ahol a barátságnak és a közös éneklés szeretetének a jegyében egy héten keresztül több ország 11 kórusa méri össze az evejét egy nemes viadalban, egy kórusversengésben. Én a nemzetközi zsűri tagjaként érkeztem ide, ahol is olyan kitűnőségekkel dolgozhatom együtt, mint például Francis Steele, a Charlie Scholars együttes egykori tagja. Mi egy igazán kellemes panzióban lakunk Nyíregyháza Sóston, ahonnan csak egy lépés ez az erdő, ahol reggelente futni szoktam. Mik a fesztivál fő célkitűzései? Többek között ezt szerettem volna megtudakolni Szabó Somától, a rendezvény egyik művészeti vezetőjétől. Hát alapvetően a kiindulási pont az volt, hogy az ide érkező énekkaroknak hogy tudunk a legtöbbet nyújtani. Azt hiszem, hogy leginkább olyan kórusok jönnek, akikkel már találkoztunk valahol. Tehát a személyes ismeretség mindenképpen nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez a fajta baráti viszony is meghatározza a fesztivál jellegét. A fesztivál több fontos esemény sor köré csoportosul. Zajlik itt például egész héten keresztül egy karvezetői kurzus, de sor kerül egy fantasztikus folklór estre is a nyíregyházi Kossuth téren, ahol a résztvevők megmutathatják országuk sajátos kultúráját. Igazán nagyon boldog vagyok, mert több kórusdalabom is elhangzik itt a fesztiválon. Például az egyik koncerten a Kantémusz gyermekkar elénekelte Regina Czöli című dalabomat, amelynek ősbemutatója a nemrégiben lezajlott japán-koreai turnéjukon volt, és Magyarországon még soha nem hangzott el. Nagy izgalommal vártam ezt a bemutatót. A csúcspontja mindazonáltal a minősítő verseny volt, ahol a 11 kórus összemérhette hangi, technikai és zenei felkészültségét. Nem feltétlenül egymás ellen versengenek a kórusok, hanem a saját minőségüket mérjük ugye egy szakmai zsűri, egy nemzetközi zsűri bevonásával. Ezért, ha mindenki nagyon jól énekel, akkor mindenki győztesként távozhat. Yeah.
fesztivál nagydíjának nyertese. The Grand Prix goes this year to the World Vision Team!